Kis Zoltánt 2023 évelején bíztak meg a Szekszárdi Balassa János kórház vezetésével. A főigazgató közgazdász végzettséggel rendelkezik, ami nem megszokott hazánkban a vezetők között. Kis Zoltán úgy fogalmazott, az elmúlt időszakban életben tartották a kórházat, egyre több napi problémával kell megküzdeniük. A közeljövőben több változást is végre kell hajtaniuk, ez például osztályok összeköltözését jelentheti. Nagyon-nagyon szeretem ezt a kórházat, ez egy teljesen jó 13 hektáros őspark, rengeteg épülettel, csak ennek az üzemeltetése az horrorisztikus költségbe kerül, és rengeteg embert igényel. Sokkal jobb lenne, kicsit kompaktabbra, összehúzva osztályokat, jobb lenne az orvosoknak is, jobb lenne a szakdolgozóknak is, és jobb lenne a betegeknek is, nem kellene ennyi helyre menniük. Ezt próbáljuk végrehajtani, nyilván ez elég komoly érdekeket sért, nem mindenki örül neki, de nem nagyon látunk más kiutat ebből. A kórház anyagi helyzete nagyjából hasonló, mint a többi magyarországi intézményé. Nyilván nem jó, de annyira nem is rossz, mint volt korábban. Stabilan most ki tudtuk fizetni a járulékainkat, köszönjük szépen, ezzel most úgy megvagyunk. Idén ugye kaptunk konszolidációt, ezzel most a kórház ugye ketyeg. A nyári hónapok után mindig nehéz, nem akarok belemenni egészségfinanszírozási kérdésekbe, az lényeg az, hogy a nyári hónapok viszonylag alacsonyabb teljesítményét követően amennyi pénzt kapunk az kevesebb, viszont a bérek meg ilyenkor a legmagasabbak a szabadságolások miatt, de meg fogjuk oldani, tehát ilyen szempontból nincsen problémánk. A főigazgató a várólisták helyzetéről is beszámolt. A várólistáink alakulása szerintem szintén nem annyira vészes. Annyit operánk, amennyit csak tudunk. A kollégák, akik rendelkezésre állnak, kihasználják a kapacitásainkat, az ortopédia osztály folyamatosan működött most a nyári időszakban is, tehát persze szeretnénk, ha többet tudnánk operálni, de amennyi orvos rendelkezésünkre áll, ők ki vannak használva, és azt gondolom, hogy nem olyan vészes ez a szám. Nemrég az országos sajtót is bejárta a hír, miszerint orvoshiány miatt Szekszárdon bezárhatják a szülészeti osztályt. Ezt korábban és most is cáfolták. A főigazgató szerint az álhír rengeteg kárt okozott nekik. Egyrészt azért, mert azt már érezhetően kevesebb kismama jön hozzánk szülni, nem bíznak benne, hogy itt lehet, pedig lehet és lehet majd későbbiekben is. Másrészt azért, hogyha leülök egy orvossal tárgyalni, hogy jöjjön ide dolgozni, akkor egyrészt az a kérdés, hogy miért nektek még van szülészetetek? Mondta, hogy igen, van, meg lesz is. Másrészt mond egy olyan óradíjat, amit nem nagyon szeretnénk megfizetni. Tehát ilyen szempontból ez nagyon nehéz volt. Kis Zoltán úgy folytatta, az összes osztály működik, ami a jövőben is így lesz, hozzátéve, hogy másokhoz hasonlóan ők is jobb helyzetben lennének, ha kétszer ennyi orvosuk lenne. A kórház számára fontos a marketing is, azt szeretnék elérni, hogy mindenki nyugodtan és büszkén jöjjön be dolgozni. Ennek érdekében sok közösségépítő programot is szerveznek. Kifelé pedig azért nagyon fontos, mert szerintem sokkal, de tényleg sokkal jobb a kórháznak a helyzete, mint a megítélése kívülről. Azt mondják, hogy egy rossz hírt 7 jóval lehet kompenzálni, már pedig az, hogyha valakit meggyógyítunk, az nem jó hír, az a normális. Tehát nekünk szükségünk van olyan pozitív impulzusokat adni kifelé, hogy ne azt terjedjen el, hogy na itt most valami nem tetszett, nem értek oda, várni kellett, meleg van. Vannak dolgok, amikkel nem tudunk mit kezdeni, ilyen a meleg, ez adottság sajnos, de az összes többi, mint lehet változtatni, azon fogunk változtatni. Az intézmény próbál aktívan részt venni Szekszárd életében. A főigazgató szerint a kórház a város szívét jelenti, szeretné, ha az emberek is így tekintenének rá.